Folytatni fogjuk Saul Pál levele a rómaiakhoz 10-es fejezettel, mely így kezdődik. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Elohimtől könyörgöm az Izrael idvességét. Arról beszél, ugye folyamatosan megerősíti azt, hogy az atya fiaihoz beszél, illetve azokért könyörög. Természetesen nem jelenti azt, hogy bárki, aki részes akar lenni ennek a szövetségnek, nem lehet, azonban elsősorban Saul, ugyanúgy, ahogy az apostolok, a proféták vagy a megváltó, Izraelért jött és az ő üdvösségükért küzd, hiszen ők az a nép, akiknek először fel kell ébrednie. Már az előzőekben is előfordult az, hogy a pogányok az északi királyságot jelentette, az izraelitákat, és mindazokat, akik csatlakoztak ehhez a szövetséghez, és nem Izrael népe. Úgyhogy ez a keveredés előfordult, különösen Saul esetében, és ez folytatódik, azonban elsősorban a pogányként élő izraelitákhoz és róluk szól ez a könyv. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Elohim iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Azt állítja, hogy ezek az emberek igyekeznek Elohim kedvében járni, azonban nem a korrekt úton teszik ezt, és nem a megfelelő tudás szerint. Kb. Úgy, ahogyan ma a hívők, az úgymond hívők többsége. Mindenki megy a saját feje után, azt gondolván, hogy majd ő ki fogja találni, hogy mi a teremtő akarata, mintha ez egy olyan dolog lenne, amit az ember egyszerűen csak ki tud találni. Ez a probléma egyáltalán nem újdonság, sem a világban, sem Izrael népén belül, hiszen már Hosea, azaz Hoseás 4-es fejezetben is olvashatunk erről. 5-ös vers, de elesel nappal, és elesik veled a próféta is éjjel. Anyádat is elveszítem. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy, és mivel hogy elfeledkeztél Elohim törvényéről, elfeledkezem én is a te fiadról. Probléma ugyanaz, amiről Saul ír, nem a megismerés szerint próbálnak haladni az úton, ugyanúgy, ahogy Hosea erről írt, ebben az esetben azonban megvetették a tudományt. Nézzük meg, hogy mi is maga a tudomány. Hiszen egyértelmű az, hogy amennyiben az ember megveti a tudományt, akkor a teremtő is meg fogja vetni őt, elhagyja, és az ő fiait is elhagyja. Egyébként itt meg is határozza, hogy mi az elfeledkeztél Elohim törvényéről. Tehát a tudomány azonos az ő törvényével, az ő szavával. Ugyanezt tudjuk meg Tehelim, Zsoltárok 119.65-ös fejezettől. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Jehova, a te igéd szerint, ahogyan megígérted, ugye ugyanúgy, ahogy itt azt mondja, hogy mivel hogy elhagyja a tudományt, elhagyja őt, itt azt írja, hogy jót cselekedett, hiszen megígérte, és Dávid az igék szerint élt. Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak, tehát az okosság, az eszesség, a tudomány, az értelem azonos a parancsolatokkal és az igékkel. Minek előtte megaláztattam, tévelyektem vala, most pedig vigyázzok a te szódra. Ugyanúgy, ahogy itt azt mondja, hogy elhagyja őket, amennyiben nem követik és megvetik, ugyanazt írja, megaláztatott előtte is téveget, most pedig vigyázz rá, ezért jót cselekszik vele. Jó vagy te, és jól tevő taníts meg engem a te rendeléseidre. Azaz az igéd, a parancsolataid, a rendeléseid az, ami tudomány és eszesség és értelem, és akkor amennyiben az ember így jár, akkor Jehova jót cselekszik vele. Ennek a hiányáról beszél Hosea, és Saul szintén erről ír, hogy ezek az emberek nem a megismerés a tudomány szerint élnek és keresik az ő útját. Probléma az, hogy azt gondoljuk, legalábbis egy időben mindenki gondolom ebbe a csapdába esik, hogy ki tudjuk találni, hogy mi az ő akarata, és majd mi megfejtjük, majd mi a saját utunkon megközelítjük őt, majd mi úgy szolgáljuk, ahogy mi akarjuk. A helyzet azonban az, hogy az írás maga teljesen más mond, és Példabeszédek Misli 28-as fejezet egy nagyszerű példa erre. Valaki elfordítja az ő fülét a törvények hallásától, annak könyörgése is utálatos. Aki nem hajlandó meghallgatni a törvényeket, aki azt mondja, hogy ezt eltörölték, ez régi, ez rabság, ez átok, és elfordítja a fülét tőle, annak az imádsága, vagyis a könyörgése is egy utálatosság. Úgyhogy ezt érdemes mindenkinek észben tartani. Így folytatódik Rómaiakhoz 10:3-as vers. Mert Elohim igazságát nem ismervén, azaz nem ismerték meg, ahogyan mondta, nem tanulmányozták, és nem foglalkoztak vele, és az ő tulajdon igazságokat igyekezvén érvényesíteni, Elohim igazságának nem engedelmeskedtek. Hogyha ez vonatkozik rájuk, akkor miért ne vonatkozna mindenki másra? Hogy lehet az, hogy azt gondoljuk mégis ma legtöbben, hogy majd mi kitaláljuk, hogy ez csak rájuk vonatkozik, hogy majd én a szívem szerint kitalálom, meg én majd a saját tudomon. Hogy lehet, mikor erre figyelmeztet maga Saul a rómaiakhoz írt levélben, amit állítólag a pogányokhoz írt? Tulajdon igazságokat igyekezvén érvényesíteni, nem engedelmeskedtek a teremtő igazságának. Mi az ő igazsága? Zsoltárok 119:65-68. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Jahú, a te igéd szerint, az okosságnak, tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak. Az értelem és a tudomány az ő parancsolatai, az ő igéje. Jó vagy te is, jól tevő, taníts meg engem rendeléseidre. Ez az igazság, ez az, amit ezek az emberek visszautasítottak megtanulni. Ez volt a probléma, hogy a saját útjukon próbáltak járni. És ez nem elfogadható a teremtő szerint. Az ő igazságában kell járnia mindenkinek. Az igazságot egyébként megtudhatjuk Zsoltárok 33-as fejezet, Tehelim 33. Örvendezzetek ti igazak Jahuában. Ez az igazakról szól, a hívekhez illik a dicséret, a hűségesekhez, akik hitben élnek. Dicsértek Jahuát citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen harsogon. Mert Jahua szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, Jahua kegyelmével telve a föld. Tehát az igazak, akik hitben élnek, azok hallgatnak Jahua szavára, ami az igazság maga, és minden ő cselekedete hit, azaz hűséges, és hitből jön. Szereti az igazságot és a törvényt, hiszen a törvény és az ő szava, az ige maga az igazság. Ez az, amit nem voltak hajlandók megismerni, és a saját fejük után mentek. Ugyanúgy, ahogyan Jeremiáhu 18-as fejezetben olvashatunk. Most azért beszélj, csak Juda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival mondván. Ezt mondja Jahua, íme én veszedelmet készítek ellenetek, és tervet tervezek ellenetek. Nos, térjetek meg. Nem ugyanezt mondta a megváltó is, hogy térjetek meg, és hagyjátok el a bűnös utatokat. Ki a maga gonosz útáról, jobbítsátok meg útaitokat, és cselekedeteiteket. Nem csak gondoljátok, vagy beszéljetek, hanem úgy is éljetek. Térjetek meg, ugyanez az üzenete a megváltónak szó szerint. Erre egy nagyszerű példa Márk 1-es fejezet, 14-es vers, minek utána pedig Jahukanon János tömlözbe vettetett elméne a Húsak Galileába, prédikálván Elohim országának evangéliumát. Akkor ezek szerint a jó hírről lesz szó, a jó hírről beszél, azt terjeszti. Nézzük, mi a jó hír, és mondván prédikálja Elohim evangéliumát, a jó hírt, és így szól, bétölt az idő, elközelített Elohimnek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Hogy lehet megtérni, ha az ember nem ismeri a törvényeket? Az evangélium, a jó hír, maga az, hogy térjetek meg, és higgyetek abban, hogy ha megtértek, és úgy éltek, akkor eljuttok Elohim országába. Ez maga a jó hír. A jó hír nem az, hogy eljött, meghalt, és onnantól kezdve mindenki azt csinál, amit akar. És vasárnap kocsimosás, meg disznótor. Az nem lenne jó hír, az rossz hír lenne. Az törvényszegés lenne. A jó hír az, hogy ha megtérsz, ha úgy élsz, ahogy ő azt mondja, akkor fogsz eljutni Elohim országába, ami elközeledett. Szó szerint erről beszél Mattiahu 4-es fejezetben, ettől fogva kezdte Jahúsa prédikálni és ezt mondani. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Ugyan erről beszél, hogy térjen meg, hiszen ezt jelenti az, hogy az ember az igazság szerint jár. Ez volt az üzenete magának, a jó hírnek. Mit jelent az, hogy megtérni? Ez kiderül Ezekiel 33-as fejezetből, így szól. És ha mondom a hitetlennek, a hitetlen az, aki nem a törvények szerint él, de ez ki fog derülni. Halállal halsz meg, és ő megtér a bűnéből. Hogyan? És a törvény szerint igazságot cselekszik. Akkor a törvény szerint lehet csak igazságot cselekedni. Az ember nem tudja az ő saját igazságát érvényesíteni, és menni a saját feje után. A törvény szerint tudja. Így kell megtérni. Megtér a bűnből, törvény szerint cselekszik. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár. Mi az életnek parancsolati? A Tora, az ő szava. Többé nem cselekedvén gonoszságot, élvén él, meg nem hal. Világos, mint a nap, hogy megtér, azaz visszaadja a zálogot, rablottat megtérít, életnek parancsolatiban jár. Abba hagyja a bűn elkövetését. Semmi ő vétkemellyel vétkezett, emlékezetben nem jön néki. Törvény szerint igazságot cselekedett, élvén. Itt arról van szó, hogy tulajdon igazságokat igyekszik érvényesíteni, az is Elohim igazságának nem engedelmeskedtek. Mi az ő igazsága? Törvény szerint igazságot cselekedett, él. Aki megtér, az él. Ugyanez az üzenete a megváltónak. Az egész könyvön keresztül ugyanez volt az üzenet és a parancsolat. Tér meg, élj a törvény szerint, és akkor Jahua támogatni fogja az embert. Amennyiben nem, akkor pedig az ellenkezője fog bekövetkezni. Úgyhogy egyszerűen lehetetlen másképp értelmezni az ő szavát, mint hogy a tanák segítségével. Pontosan ez a célja annak, hogy két könyv van. Az új szövetség, idézőjelbe téve új szövetséget olvasva, az ember visszamegy a tanákba, az úgynevezett ószövetségbe, és megkeresi a fogalmakra a meghatározást. És utána az behelyettesíti, és akkor érteni fogja, hogy mikor azt mondja, hogy térjetek meg, azért nem mondta el ezt az egész sort itt, meg ezt az egész fejezetet, mellesleg Ezékiel 33 és Ezékiel 18 ugyanúgy az egész a megtérésről szól, azért nem mondta el, mert ő ebből tanított. Ő elvárta az emberektől, hogy utána nézzenek, hogy mi is az, amiről beszél, ugyanúgy, ahogy Saul. Nem a saját feje után menjen mindenki, ezt mondja itt, hanem az Elohim igazságának engedelmeskedjen. Mi az ő igazsága? Az ő szava. Ehhez vissza kell menni az ő szavához, és ott megtudni a definíciókat. És akkor egyértelmű lesz, hogy a megváltó ugyanúgy, ahogy minden egyes karakter ebben az írásban, aki Jahuától jött, azt hirdette, hogy térj meg, és élj a törvény szerint, és akkor fogsz élni. Ezek után, ha visszatérünk Jeremiáshoz, a 18-as fejezetben már értjük azt, hogy miért ugyanazt mondta Jeremiás, amit Ezekiel, amit a megváltó, amit az összes proféta és az összes apostol. Térjetek meg ki a maga gonosz útjáról, ugye az ő saját tulajdonigazságát érvényesíteni, ami gonosz a teremtő szemében, jobbítsátok meg utaitokat és cselekedeteket. Tovább. Ők pedig azt mondják, hagyd el, mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekesszük. Ugyanúgy, ahogy ezek az ő tulajdon igazságokat igyekezvén érvényesíteni. Mi a magunk gondolatai után megyünk, gonosz szívünk hamisságát cselekesszük. Ezért ezt mondta Jahua. Kérdezzétek csak meg a népeket. Kicsoda hallott vala ilyeneket? Kérdezzétek meg a pogányokat, hogy hallottak-e már ilyen dolgot, hogy valaki ellenszegül Jahuának, és azt mondja, hogy majd ő a saját gondolata után megy, és a szíve hamisságát cselekszi. Igen, utálatosan cselekedett Izrael leánya. Ez utálatosság Jahua előtt, amikor az ember azt mondja, hogy ő majd kitalálja, majd ő a saját útján megy, majd ő követi a szívét, ő a szívére hallgat. Ezek a dolgok, ezeket ő nem fogja elviselni. Ő megmondta, hogy mi az út, nem véletlenül küldte el a profétákat, az apostolokat, hagyta meg a könyvet, hogy mindenki tanulhasson belőle. Aki még ezek után is azt mondja, hogy ő majd a saját útján közelít, az egy útálatosság, és azt nem fogja elfogadni. Erre figyelmeztet mindenki, beleértve Sault is. Ezzel kapcsolatban nézzük meg utolsó Jeremiáhu 23-as fejezet, azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki az igazat szólja. Ezt mondja a seregek hatalmassága, Jahua. Ne hallgassátok azoknak a profétáknak a szavait, azaz megparancsolja és figyelmeztet mindenkit, hogy ne hallgasson azokra, akik néktek profétának, elbolondítanak titeket, az ő szívöknek látását szólják, nem Jahua szájából való. Mindenki, aki arra bíztatja az embert, hogy menj a saját szíved után, kövesd amerre húz a szíved, meg mit tudom én, ezek az ostoba dolgok, amik ma mennek a világban, hogy majd én kitalálom, ő nem ezt gondolta, ő így értette, ezt már ma nem lehet csinálni. Ez mind-mind az ő szívöknek látását szólják. Azok, akik a tulajdon igazságokat igyekeznek érvényesíteni. Ezeknek ne higgyetek senkinek, aki nem azt mondja, ami le van írva a könyvben. Nagyon egyszerű lenne az élet, ha megértenék az emberek, hogy ami le van írva, azt először szó szerint kell értelmezni, utána az ember el tudja kezdeni átvitt értelemben, meg így értette, meg úgy értette. Nézze meg mindenki azt, hogy mi az, amit ő leírt, nem véletlenül hagyta meg ezt a könyvet. 17. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvettek engem. Ezek a proféták, azoknak mondják, akik megvetik őt. Nézzük meg, hogy ki az, aki megveti Jahuát. Mit kell ahhoz tenni, hogy az ember megvesse? Azt mondta Jahua, békességetek lesz néktek és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Aki megveti őt, és a hamis proféták, a bolondok, akik a saját dolgaikat szólják, azt mondják, hogy mindenki az ő szíve keménysége szerint járjon. És akkor békességetek lesz. Akkor ezek alapján mindenki, aki hisz, és magának hívőt mondja, és olvasgatja azokat az idézeteket, hogy kövesd a szíved, hogy csak menj a szíved után, a szív az egyetlen igazi akármi, ezeket, amiktől az embernek a gyomra felfordul. Akkor ezek honnan jönnek, ha egyszer itt leírja, hogy békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki az ő szíve keménysége szerint jár, ezek azok, akik megvetik őt, azok mondják ezt. Akik bolondok, akik hamis proféták. Ez az ellenségtől jön, ő az, aki ezt kitalálta. És még ezt is mondják, nem jöti rátok veszedelem, hogy nyugodtan csinálhatjátok ezt, mert ez az út az igazságba. Mert ki állott Jahua tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igét? Ki az, aki tudja, hogy ő mit akar? Ki az, aki egyáltalán követi ezt? Ugye ez a másik dolog, amit mondanak. Kit érdekel? Mit számít az? Ki látta vagy hallotta az ő szavát? Majd én kitalálom, teljesen mindegy. És még mit mondanak? Ki figyelmezett az ő igéjére és hallotta? Ki az, aki egyáltalán foglalkozik vele? Ki figyel erre már? Mindenki csak jár az ő szíve keménysége szerint. Nem jó. Olvassuk tovább, mert a törvény vége Mesiák minden hívőnek igazságára. Én tisztában vagyok vele, hogy ez a mondat rengeteg ember számára problémát okoz, pedig nagyon egyszerű, amennyiben az ember megnéz egy másik fordítást, vagy utána néz annak, hogy mit is jelent ez a szó vége. Nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan fogalmaz az Easy to Read verzió. A törvény ugyanis Mesiákban érte el a végső célját. Nem a vége, ez volt a célja. Aki bízik és hisz Jehusák Másiákban, azt Elohim elfogadja. Nem arról van szó, hogy vége van a törvénynek, hanem az, hogy ez volt a célja. Ő az, aki megszemélyesíti azt, amiért törvények voltak. Ez volt a célja a törvénynek, hogy végre legyen egy ember, aki úgy él 100%-osan, ahogyan azt leírja. Ez a cél, ez volt az értelme az egésznek. Nem azt jelenti, hogy mostantól vége és szabad rablás van, és körömpörkölt, meg vasárnap kocsimosás, hanem azt mondja, hogy ez így kellene csinálni. Ez a célja a törvénynek, hogy így éljen az ember. Minden hívőnek igazságára mi az igazság, erről már számtalanszor volt szó. Az ő törvényei, rendelése, parancsolatai és utasításai. Ez az igazság, az ő szava. Nézzük meg magát a kifejezést, ami ugye a vége. Telos. Ugye azt írja itt elsősorban a szótőről, hogy azt jelenti maga a szótő, hogy valaki elindul, hogy egy bizonyos célt vagy pontot elérje. Azaz egy cél érdekében valamit tesz. Ez a szónak a szótőve. Ha ezt behelyettesítjük ide, akkor azt jelenti, hogy a törvény célja, amiért a törvény létrejött, az az volt, amit Mesiák tett, és ahogyan élt, minden hívő számára megmutassa az, hogy mi az igazság. Ezt jelenti ez a mondat. Nem az, hogy mostantól vége a törvénynek. Azt jelenti, hogy ez volt az értelme, ez volt a célja annak, hogy adta a törvényeket. Hogy végre eljött az, aki képes volt a törvényeknek megfelelni 100%-osan. Ez volt az egésznek a célja. Ezért találta ki a törvényt. Ugye azt jelenti, hogy valaki elindul, valaki meghatároz egy pontot vagy egy célt, és azt eléri. Ez jelenti a szótöve. A törvénynek a lényege Mesiák volt. Hogyha megnézzük, hogy hogyan használja ezt a szót maga az írás, akkor látjuk azt, hogy a végét jelenti valaminek. Amikor valami eléri a befejezését, a véget jelenti, az utolsó valamilyen sorozatban, vagy végtelen. Ezen kívül még azt is jelenti, amivel valami lezárul, vagy befejeződik. Valaminek a végét jelenti, de ha megnézzük, hogy mit ír itt a végén, akkor láthatjuk azt, hogy az a vég, amihez minden kapcsolódik. Az a dolog, amihez az összes ehhez tartozó kapcsolódik hozzá. Ezért írja azt, hogy a törvény vége. Ő az, akihez mindenki kapcsolódik, aki így akar élni. A célja valaminek, vagy valaminek az értelme. Nem a vége, hanem valaminek az értelme, a célja, ahogyan azt a másik fordítás helyesen írja. A törvény ugyanis Mesiákban érte el végső célját, azaz a törvény célja volt az, hogy valaki így éljen. Nézzük meg a harmadik verziót. Érdekességképp. A törvény vég célja Mesiák minden hívő megigazulására. Nem a törvény vége, hanem a törvény vég célja. 5. vers így szól, mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Ugye egyértelmű az, amit beszél, és az, hogy aki a törvények szerint él, az él. Erről volt szó az elmúlt 20 percben gyakorlatilag, meg az összes eddigi részben, meg az egész könyv erről szól. A törvény az, ami által az embernek élnie kell. Az egy másik kérdés, hogy van egy másik oldala is az életnek, az pedig a hit. 6. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondd a te szívedben, kicsoda menj föl a mennybe, azaz, hogy Mesiák alá hozza. 7. Avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Mesiákot a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban és szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. A hitből való igazság pedig így szól, ha visszaugrunk az elejére. A kettő egy és ugyanaz, ezt meg fogjuk látni. Nem mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Mesiákot aláhozza, egy T hiányzik, avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy Mesiákot a halálból felhozza. Mit mond? Közel hozzád a beszéd a szádban, a szívedben, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Akkor ők ezek szerint a hit beszédét hirdetik. És ez a hit beszéde, ami maga az igazság. Ez az egész idézet 5 Mózes 30-ból jön. Ez egyáltalán nem újdonság, hogy a hitből való igazság pedig így szól. Ez az egész a kezdetektől fogva így volt. 11-es vers, 5:30, Debarim 30. Mert e parancsolat, melyet én e mai napon parancsolok néked, ugye kicsoda megy fel a mennybe, mert Siák maga a parancsolat, a hitből való igazság. Ugye arról beszél, hogy a hitből való igazság így szól, hogy nem mond a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, hogy Messiákot aláhozza, akkor Messiák az igazság. Tudjuk, hogy ő volt a szó, ami köztünk járt, Jukanon 1-es fejezet, ő volt az, aki köztünk járt, ő a hitből való igazság. Ugyanúgy, ahogyan itt mondja, a parancsolat, melyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. A parancsolat maga az igazság, mindjárt meglátjuk. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Ki megy föl a mennybe érte? Ugyanerről volt szó már a kezdetén. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Kicsoda száll le a mélységbe, hogy felhozza a halálba. Mit mond? Közel van hozzád. A szádban, a szívedben van, azaz a hit beszéde, melyet mi hirdetünk. Akkor ők ezek szerint ezt hirdették, ugyanazt, ami a hit beszéde, amiről itt beszél. Sőt, felette közel van hozzád az ige, 5:30. A te szádban és szívedben, hogy teljesítsen azt. Ugyanerről beszél. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Ha az ember nem megy vissza a forrásához, az idézet forrásához, akkor nem fogja megérteni azt, hogy miről beszél Saul. Leírja az 5-ösben, hogy a törvényből való igazságra, aki cselekszi, az él, hogy mindenki értse, hogy vissza kell menni Mózes törvényéhez. Utána itt az idézet, amit látunk Mózesnél, elvárja azt az emberektől, hogy visszamenjenek, ne csak ezt a 3 verset olvassák el, hanem olvassák el ezt az egészet, és akkor látják, hogy lám elődbe adtam ma néked életet és jót, a halált és a gonoszt. Mi a gonosz? Megbeszéltük Ézékiel 18, Ézékiel 33, Jeremiás erről írt. A törvények ellenére való élet. De itt kifejti, mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed Jahuát a te hatalmasságodat, hogy járj az ő utain. Mik az ő utait? Tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit, végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged Jahua a te hatalmasságod a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Hogyha az ember a szívében van ez, itt is ugyanazt kívánta meg tőle. A hitből való igazság az, hogy az ember szívében van az ő parancsolata. A kezdet kezdetétől ugyanaz volt a kívánsága, mint ami most is. Hogy a szádban és a szívedben legyen. Ezt mondd, és ezt tedd, és úgy élj. Ez volt a kezdet kezdetétől. Hogy beszélhet Saul a törvények ellen, mikor itt írja le, hogy csak az él, aki azok szerint cselekszik. Hogy a hitből való igazság az maga a törvények. Hogy a hit beszédét hirdetik, a hit beszéde pedig nem más, mint amit itt leír. Hogy a törvények, parancsolatok, végzései szerint élj szíved teljes erődből, teljes szívedből. Ezt jelenti, ezt próbálja elmagyarázni ezeknek az embereknek, akiknek ír, és nekünk is, akik ezt olvassák most. Ha egy pillanatra még visszatérünk 5 Mózes 30-hoz, ahol olvashattuk ezt, a 8-as vers így szól, te azért térj meg, és hallgass Jahua szavára, és teljesíts minden parancsolatát, melyeket én a mai napon parancsolok neked. Így tér meg az ember. Nem ezt mondta a megváltó is, hogy tér meg. Csináld, ezt mondom. Mindenki folyamatosan ugyanazt próbálja mondani. A jó hír nem az, hogy bármit tehet az ember. A jó hír az, hogyha így él, akkor fog élni. És ez az, amit ők hirdetnek. A hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk, ő ezt hirdeti, amit itt ír, hogy térj meg és hallgass Jahua szavára, és teljesít minden parancsolatát, melyeket én a mai napon parancsolok. Ezért mondta még azt is, hogy Mózes törvénye, hogy az ember visszatérjen ide és lássa. Hogy beszélhet akkor ő a törvény ellen? 10-es vers, ugyanitt 5 Mózes 30. Hallgatsz Jahuának a te hatalmasságnak szavára, hogyan hallgatsz az ő szavára? Az ugye a hitbeszéde. hallgass rá, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, meg vannak írva törvénykönyvben, és ha teljes szívedből, teljes lelkedből megtérsz Jahuvához, a te hatalmasságot, a követelménye mindig az volt, élj így, hitből. Ha csak csinálod, mint a robot, mint ahogy ezek az emberek próbálták, akkor az nem lesz elegendő, mert nem teljes szívből, teljes lélekből. A követelmény mindig ugyanaz volt. 9-es Rómaiakhoz 10-ből. Mert ha te száddal vallást leszel Adonai Jahusáról, és a szívedben hiszed, hogy Elohim feltámasztotta őt, a halálból megtartatol. Ugyanerről beszél, hogy teljes szívből, teljes lelkedből térj meg hozzá, és akkor leszel képes megérteni azt, amit ő tett valójában értünk. 10-es, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást üdvösségre. Azaz, a hit egy dolog, a cselekedet pedig egy másik dolog. Mi az igazság? Nézzük meg még egyszer, Tehelim 33, Zsoltárok 33, 4-es, mert Jahua szava igaz. Minden cselekedete hűséges, azaz hit. Szereti az igazságot és a törvényt, Jahua kegyelmével telve a föld. Elég egyszerű, Jahua szava, a törvények, az az igazság. Amikor hiszel az igazságra, mi az igazság? Jahua minden szava és cselekedete szereti az igazságot és a törvényt. Ez az igazság, a törvény, a parancsolatok. Ha hiszel ebben, és szájjal vallamást teszel, akkor jutsz el az üdvösségre. Érdemes megjegyezni azt, hogy az igazság nem az, amit mi gondolunk vagy kitalálunk, hanem az, amit ő megmond. Amennyiben hiszel és vallomást teszel, akkor nem fogsz megszégyenülni. Hogy folytatja, mert azt mondja az írás, ezek szerint érdemes visszamenni oda, hogy mit is mond pontosan. Valaki hisző benne, meg nem szégyenül. Akkor ha az írást kell tanulmányozunk, hogy kiderüljön az igazság, akkor az igazság fontos lehet, különösen úgy, hogy Ávri zsidókhoz 10 így szól, mert ha szándékosan vétkezünk, azaz mi a bűn, 1 János 3-4, a bűn megszegése törvénytelenség, az igazság megismerésére való eljutás után mi az igazság, az ő szava, a törvények, a parancsolatok, amennyiben megszegjük ezt, szándékosan, miután megtudtuk, nincs többé bűnökért való áldozat. Akkor ezek szerint nem lehet csak úgy össze-vissza mindent csinálni, ha az ember tudja, hogy nem lehet csinálni. Az egész erről szól, az összes levél erről szól, az összes könyv erről szól, az összes proféta, az összes apostol, a megváltó, mindenki erről beszél. Hogy hinni kell, teljes szívből, teljes lélekből, szájjal vallomást tenni, és úgy élni, és aki ő benne hisz, az nem fog megszégyenülni, hiszen a végén majd megváltja ugyanúgy, ahogy a megváltó, ahogy Jahusha HaMashiach. Azonban, ha szándékosan vétkezünk, azaz 1 János 3-4 megszegik a törvényt, az igazság megismerésére való eljutás után, az igazság az ő szava, cselekedetei, a törvény, akkor többé nem lesz áldozat, hanem az ítéletek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Kik az ellenszegülők, akik nem hajlandók ezt megérteni, és nem úgy élnek. Én sajnálom azt, ha valaki ezt úgy fogja fel, hogy ez félelmetes, vagy az embereket megfélemlíteni, ez egyáltalán nem erről van szó, ez az igazság. Tetszik vagy nem, ha valakinek nem tetszik, vagy nem hajlandó ezt elfogadni, vannak másfajta verziók, ahogyan az ember élhet. Természetesen nem lesz a végén olyan kellemes, de most lehet, hogy jól fogja érezni magát. Az igazság azonban ez, tetszik vagy sem. Nézzük meg még egyszer ezt a... Valaki hisz, ő benne, meg nem szégyen. Ugye ezt mondja az írás? Hol is mondja ezt az írás? Jesiáhu 28-as fejezetben, amikor is így szól. Ezért így szól Jahua Elohim, ím és Sionban egy követ tettem le, Jahusha HaMashiach, Sion ugye Jeruzsálem, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alapa, aki hisz benne, az nem fut. Meg nem szégyenül. Aki hisz benne. Akkor ezek szerint ez az egész hisz benne dolog, ez egyáltalán nem az új szövetségben jött el. Mindig is erről volt szó, hogy higgyenek az emberek és úgy csinálják azt, amiről beszél. Mert nincs különbség Jahudim és görög között, Mert ugyanaz Adonai mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják, amennyiben az ember hisz benne, és úgy él, hisz a hit cselekedetekben fog megnyilvánulni, Jakab második fejezet. Mert minden, aki segítségül hívja Jahua nevét, megtartatik. Jahua nevét segítségül hívja, megtartatik. Nem a megváltó nevét, hanem segítségül hívja Jahua nevét. Ezek szerint érdemes tudni a nevét. És segítségül hívni. 14. Mi módon hívják azért segítségül, akiben nem hisznek? Hogyan is tudja az ember igazán segítségül hívni Jahuát, hogyha nem hisz benne, akkor nem lehetséges az. Ezért követeli meg mindenkitől, hogy higgyen. Teljesen mindegy, hány állatot áldoz föl, ha nem hisz, akkor nem fog eljutni oda, ahova akarja az a fajta váltság a bűnéért. Hiszen nem hisz benne. Mi módon hívják segítségül, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Hogyan ismerhetné meg az ember, ha nem hallott róla? Hogyan lehetséges az, hogy egyáltalán képes lennie hinni, ha sose hallott róla, ha sose olvasott? Mi módon hallanának pedig egy prédikáló nélkül? Hogyan lehet hallani róla, ha nincs, aki elmagyarázza az emberek, ha valaki, aki érti, elmagyarázza? Arról beszél, hogy mindazok, akik azt mondják, hogy ó, majd én kitalálom, meg majd én olvasom, és akkor majd jóra jön meg. Hogy lehetne kitalálni 1000 oldalt, mikor mennyi időbe telik elolvasni egyszer, és utána még egyszer, megtalálni az összefüggéseket? Nem lehet. Erről beszél. Hogyan lehet hinni, akiről nem hallottak? Hogyan hallanának, ha nincs, aki elmagyarázza? Mi módon prédikálnak? Pedig ha el nem küldetnek, ki az, aki küldi? Ő maga, Jahua az, aki kiválasztja azt, aki majd el fogja magyarázni az embereknek. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy elküldte a Szent Lélek segítségét, a Ruach HaKodest, aki elvezet minket minden igazságra, és megmutatja, hogy az, amit hallunk, igaz-e, vagy sem. Amennyiben engedelmesen követjük azt, amit ő tanácsol, és úgy élünk, onnantól segíteni fog, és akkor meg fogjuk tudni, hogy kiben hihetünk, kiben nem. Azonban ez a folyamat, ahogyan az ember tanulja ezt az egészet. Nem tudja magától, erről beszél Saul, hiszen a nevét segítségül kell hívni, azonban hinni kell először, ahhoz, hogy higgyen, ahhoz hallani kell, azaz érteni, ahhoz, hogy értse, ahhoz kell valaki, aki elmagyarázza, ahhoz, hogy és csak azt tudja elmagyarázni, akit ő kiválasztott arra, hogy elmagyarázza. Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Erre utal vissza, ami szintén az úgynevezett Ószövetségben van. Mielőtt azonban elkezdjük, megnézzük azt, hogy hol is olvasható ez az idézet, amire azt mondja, hogy meg van írva. Nézzük meg azt, hogy mi is a hit. Ugye számtalan szó volt szó róla. Avri zsidókhoz 11, a hit pedig a reménylet dolgok valósága, azaz hogyan tudjuk segítségül hívni, ha nem hiszünk benne. El kell hinni. Van egy reménylet dolog, amit nem látunk, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez a hit. És hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnak tetszeni. Mi módon hívják azért segítségül, akiben nem hisznek? Aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Aki segítségül hívja az ő nevét, megtartati. Aki elhiszi, hogy ő létezik, megjutalmazza azokat, és akik keresik őt, azok hallani fogják, mert találnak valakit, aki elmondja nekik, akit ő küldött, hogy elmagyarázza. Rómaiakhoz 10, teljes mértékben egybeesik Zsidókhoz 11-essel. Meg az egész könyvvel mellesleg. Nézzük, mit is ír, és hol találjuk meg ezt a mondatot. Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek, azok, akik azt mondják, amit ő leír. Természetesen ez az idézet Ézsaiás, Jesiáhu 52-es fejezetből való. Azonban, ha visszamegyünk ide az elejére, látjuk azt, hogy segítségül hívja Jahua nevét, az fog megtartatni. És utána mondja, hogy mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Ézsaiás, Jesiáhu Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet. Ezért a ma napon. Ugyanarról beszél, mint amiről Saul. Híve segítségül a nevét, és megtartatik. Ugyanezt írja Ézsaiás, hadd ismerje meg az én népem, az én nevemet a ma napon. Hogy én vagyok, aki mondom, íme itt vagyok. Hogy ő az, aki kihirdeti ezt nekik. Mi szépek a hegyeken az örömmondóknak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te hatalmasságon. Örömmondó nem más, mint a jó hír. Az evangélium. Ez az örömhír. És erről beszél itt Ézsaiás. Ugyanazt, amiről Saul. Ismerje meg a nevét, ismerje meg azt, hogy mi az út, ez lesz a békesség, a jó, a szabadulás azok számára, akik eltértek az útról. Ahogyan akkor, ugyanúgy most, de nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak a jó hírnek. Ez ugye Rómaiak 10.16. Mert Jesiahu azt mondja, Jahua, kicsoda hitt a mi beszédünknek. Ugyanúgy a hitről van szó az Ótestamentumban, mint ahogyan az Új Testamentumban arról van szó. Aki hisz, az úgy fog élni. Honnan tudja vajon a teremtő, hogy mi hiszünk, ha nem úgy élünk? Ha tudjuk, ha olvassuk azt, hogy mit lehet enni, és annak ellenére élünk, akkor ő ott fog ülni és gondolkozik, hogy hát ez az ember hisz, micsoda nagyszerű ember, a szájából meg kilóg a csülök. Akkor hogyan lehet azt a kettőt összeegyeztetni, mikor azt mondja, hogy amennyiben az igazság megismerésére eljutottunk, és ennek ellenére vétkezünk, akkor már nincs több áldozat, hanem ítélet. Leírja az egészet úgy, ahogyan egy gyermek is képes megérteni. Ennek ellenére az emberek többsége nem tudja megérteni, mert nem akarja megérteni. 17-es a híres mondat, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Mi Elohim igéje? Lukács 24.44-46, Mózes törvénye, a proféták és a zsoltárok. Ez Elohim törvénye, illetve igéje, bocsánat, és ez a megváltó szájából hangzik el, de nézzük meg. Lukács 24.44, és mondanékik, Jahusá Hamásiák, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükségbe teljesít mindazoknak, amik megirattak a hol, a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, azaz megmutatja nekik az igazságot, hogy értsék az írásokat, hiszen ezek az írások. Hallás pedig Elohim igéje által van. Azaz szükség van arra, hogy a Mózes törvény, proféták és a zsoltárokat valaki ismerje, ahhoz, hogy legyen hite, igazi hite, és abban járja. És mondanékik, így van megírva, így kellett szenvedni a Mesiáknak, feltámadni a halálba. Meg van írva az írásokban, mely Mózes törvénye, proféták és a zsoltárok, azaz Elohim igéje által. Tehát a hit csak akkor lehetséges, amennyiben valaki ezeket tanulmányozza, és ismeri, és hisz. De mondom, avagy nem hallották-e, sőt inkább az egész földre elhallatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszéd. Szóval, ha hallásból van a hit, a hallás pedig ugye a tanák, ami az Ószövetség, akkor azt kell olvasgatni és azt kell hallani, azonban ahhoz kell valaki, aki elmagyarázza az embernek. Ezért mondja, hogy hallásból van. De mit mond még? Nem hallották-e, hogy megvan, hogy mi az? Hallották ezerszer, nem? Az izraeliták így nőttek fel, így éltek a proféták, elmondták neki mindenki, majd nem hallották-e. Sőt, inkább az egész földre elhallatott az ő hang. Mindenki hallott, az egész földön elterjedt. És a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. Az egész földön tudták, hogy ezek a parancsolatok, hogy így akarja a teremtő, hogy éljen. Ennek ellenére nem úgy éltek. Onnan tudjuk, hogy Tehelim 19 leírja. Nem, ugye olyan hozzáadva, nem szó, sem beszéd, amelynek hangja nem hallható. Nem olyan a szó a teremtő szava, a beszéd az ő beszéde, hogy nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátor. Mindenki hallhatta és tud, és meghozhatja a döntést. Mindenhol ott van, az ember egyszerűen úgy akar élni, hogy nem vesz róla tudomást. De mondom, avagy nem ismerte-e Izrael vagy Izrael. Először Mósa mondja, én titeket felingerellek, egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Jesiahu pedig bátorságosan ezt mondja. Nézzük meg ezt az idézetet, amit Mózestől idéz. 5 Mózes 32, azzal ingereltek ők, ami nem Elohim, hiába valóságaikkal bosszantottak engem. Én pedig azzal ingerlem őket, ami nem népem, bolond nemzettel bosszantom őket. nem népemporsás, 1-2 erről szól, ugye Loami, Lorukama és Jezreel, amikor elválik Izraeltől, erre a népre utal a bolond nép, az a bolond nemzet, az az északi királyság, akiktől elvált, erről már volt szó, akit érdekel, akár az előző részben is, de erről szól a Jahua népe sorozat, az meglátja, erre utal, amikor arról beszél, hogy egy nem néppel, a nem nép azért, mert elválik tőlük, ezt jelenti maga az, hogy Loami, nem népem, és értelmetlen néppel haragítalak meg titeket, ez ő rájuk utal. Onnan tudjuk, hogy a bolond nép az Izrael, Jeremiáhu 4-es fejezet 22, bizony bolond az én népem, az ő népe nyilván Izrael, engem nem ismernek, balgatag fiak ők, és nem értelmesek. Mi a balgatag? Az ostoba, nem értelmes az, aki nem ismeri az ő törvényét, az ismeri meg őt, aki úgy él, az jut el hozzá. Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. A gonosz ugye minden, ami a törvények ellenére szól, Ezékiel 18 és 33, jót cselekedni pedig az az ő útja, az igazság útja. Erről is volt már szó, ugye innen tudjuk, hogy a bolond nép az az ő népe, amire itt Saul utal. Értelmetlen néppel haragítalak, amit olvastunk 5 Mózes 32-23-ban, ez Izraelre utal. Ézsaiás és Jehu pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. A pogányok, ezek azok az emberek, akik nem Izrael. Ők azok, akik viszont megtalálták, akik megértették az üzenetet, amit a megváltó hordozott. Hát legalábbis néhányan, ugyanúgy, hogy ma néhányan megértjük ezt. Ezek azok az emberek. Honnan tudjuk? Onnan, hogy Jesiáhu, Ézsaiás leírja 65-ös fejezetben, megkeresni hagytam magamat azoktól, akik nem is kérdeztenek, megtaláltattam magamat azokkal, akik nem is kerestenek. Ezek pedig a pogányok. Ők azok, akiket nem is kérdeztek, akik nem is kérdeznek, akik nem is tudták, hogy létezik. Ezt mondám. Im hol vagyok a népnek, amely nem nevemről neveztetett. Az a nép, amelyet nem Izraelnek hívnak, hiszen az az ő neve, az ő népe. Az az, aki megtalálta. Kiterjesztém kezémet egész nap a pártos nép után, azután, amit választott, amely nem jó úton járt, gondolatainak nyomán. A saját feje után ment, ahogyan azt megtárgyaltuk az elején. A nép után, mely ingerel engem szemtől szembe, szüntelenül kertekben áldozik, téglákon szerez jó illatot, ugye ezt csinálta a népe, mely sírokhoz ül, barlangokban áll, és disznóhúst eszi, fertelmes leves van tálaiban. Mely ezt mondja, maradj otthon, ne jöjj hozzám, mert szent vagyok néked, ugye azt mondják, hogy ők a szent nép, ené füst az orromban és szüntelenül égő tűz. Azonban azok, akik megtalálták, azok voltak, akikkel felingerelte a pogányként élő Izrael és a pogány népek. Ezek voltak azok, akik megtalálták. Izraelről pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez. Kiterjesztém kezeimet egész nap a pártos nép után, mely nem jó úton járt gondolatainak nyomán. A célja az volt, hogy elvitte a pogányokhoz a jó hírt, hogy felingerelje a saját népét. Elsősorban a déli királyságot, Jahudát, Benjamint és a Lévi törzsnek a felét, akik még Jeruzsálemben éltek. Hogy ezzel féltékenyé tegye őket, hogy elvette tőlük azt a jogot, hogy ők voltak a törvény hordozója. A farizeusok, az írástudók, akik akkor ott éltek. A nem nép pedig a pogányként élő Izrael, akikhez terjedt már ugye a szűkebb vonzáskörzetén kívül Jeruzsálemnek a jó hír, Saul által, illetve mindazok, akik hallották ezt közben, akik nem is voltak Izrael részei. Akik nem is volt az ő népe, aki nem is a nevéről neveztetett. Folyamatosan hívta őket, azonban nem voltak hajlandóak hallgatni rá. Ezért kellett, hogy eljön a megváltó elsősorban, hogy a népét visszavezesse a szövetségbe, és ezáltal, hogy ők felébrednek, eljut a jó hír a világ minden részére. Úgyhogy így érdemes Saul rómaiakhoz írt levelének 10-es fejezetét értelmezni, és akkor megértjük, hogy valójában ő is, ugyanúgy, ahogy mindenki más az írásban azt hirdette, hogy a törvény, a parancsolatok hit által teljes lélekből, teljes erőből, teljes szívből való cselekedete fogja eljutatni az embert a királyságba. Ehhez azonban hallgatni kell, ismerni kell, érteni kell, és kutatni kell. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!